Ha most vásárolsz egy Pégidenes terméket, akkor kapsz mellé egy átlam aláírt ajándékkártyát is. Ha szeretnél menő PGT-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. követőm után fogok PGT-es termékeket venni. Hello, mindenki, sziasztok, Sackender Wiki, és ismétlünk egy következő Minecraftos videóban. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Nos, mivel péntek van, végre hétvége lesz, vagy van, nem tudom, hogy igazából én nekem a péntek délután, az már egy kicsikét inkább a hétvége felé megy, szóval úgymond igazából már hétvége van kb. A holnapi napra majd tervezek lehet egy élőadást a... most van a Dani Game csatornában, azt hiszem, a videó. Szóval akkor holnapra a PGT-n a csatornában lehet, hogy lesz egy élőadás, majd ott találkozunk, ha esetleg érdekel titeket valamikor így a délután, valamikor folyamán, igazából nagyjából így ennyi. Szóval vegyünk akkor bele a dolgokba, itt vagyunk egy új faluban, kisen, szia kis. Hello, hello. Nos, ezt a házat amúgy egy full új bolttal rendeztem úgymond be. Szóval vettem egy tök jó új telefont, vettem egy tök jó ilyen kis mosogatót úgymond. A ágyat is amúgy onnan vettem, minden tök jó cuccot vettem ebből az új boltból. És most ezt a boltot fogjuk majd úgymond megnézni és leellenőrizni. Egy csomó aranyalmát is vettem onnan, az íjamat is ott onnan vettem meg minden, szóval ja, ezeket fogjuk majd tesztelni meg minden, szóval na, menjünk is szépen a boltba. Itt is van, vigyünk azért valamennyi pénzt magunkkal. Mit tudom én, vigyünk magunkkal így ennyit, remélhetőleg ez elég lesz pár dologra, és akkor körbenézzünk, hogy vajon miket lehet ott vásárolni, és hát, ja, hát jöttek be valami új dolgok. Hello, szia! Jó napot kívánok, jó napot, megint kifosztja a boltot. Ja, igazából körbe akarok nézni, hogy mik vannak itt, mert gondoltam, hogy bemutatom a nézőknek is, hogy lehet itt azért jó dolgokat vásárolni, meg ilyenek. Mit keres? Mik a választékok? Itt vannak benne? Duplikáló hús, brutál finom, szikénél élesebb kard, örök víz, 700 kg-os hízó, oké, és 20-szoros TNT. Nem tudom, kipróbálom ezt a duplikáló húst, jó? Igazából egyet szerintem veszek belőle és letesztelem, max veszek többet. Ez mennyibe fog kerülni ebből így egy darab, érdekelne esetleg? 3000 forint per darab, jó drága. Na jó van, 200, 400, 600, 800, 1000, és akkor szépen, ja, igazából, vagy várjunk, ez még csak izé. Így, ugye? Ja, nem, buta vagyok. Így, né. Azt hiszem akkor, ez így lesz ugye 2000, ugye? Ja, igen, ez így 2000, és akkor 2002, 2004, 2006, 2008, 2000, izé, mindegy, 15-öt kellett volna adnom, mindegy, nagyjából így. Akkor azt mondom, hogy így ennyi lesz, ugye? Nos, és akkor ennek mi a lényege? Ennek a duplikáló ízenek, köszönöm. Akkor ennek a duplikáló húsnak úgymond mi a lényege? Rakja a sütőbe? És mi, kettő lesz belőle, vagy mi? Tehát, hogy több lesz belőle? Kettő hát. Ó, oké, rendben, köszönöm szépen, jó. Oké, tesszük le, srácok, utána 4-8, mi van? 4-8, wow, na jó, ezt, erre viszont tényleg kíváncsi vagyok. Szóval nincsen szenünk, meg semmi nagyon. 16-30, ja, hogy ennyire sok lesz belőle, jó, teszteljük. Na várjátok, vajon egy kis fát, mert nincsen nagyon égetőnk, szóval, ja. És akkor leteszeljük, hogy vajon tényleg működik-e, és tényleg ezt adja-e egyáltalán. Megnézzük, hogy vajon ez hogy fog működni. Na, sül is a hús, meg minden kis már szerintem nagyon várja a kaját. Mindjárt szépen odaadjuk neki. De kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán tényleg mennyi fog ebből kisülni. Mi ez? Wolf sok húsi 32 hús. Hát ebből csak egy darab hús is sült ki. Kis ez 32 hús? Nem tudom, odaadtam neked. Ez 32 vagy egy darab hús? Hát ez igazából nem egy darabnak tűnt, szóval rosszul csináltad, tuti. Mi van? Nem hiszem, hogy rosszul csináltam. Nem tudom. Na várjátok, visszamegyünk. Panaszt teszek, mert ez így nagyon-nagyon nem lesz jó igazából. Akkor miért csak egy húsi van? Hát ez az. Hello, jó napot kívánok! Igazából amit húst vettem öntől, az csak egy darabot adott. Tehát nem kettőt. Finom volt. Egy darabot adott, nem adott semmi kettőt, meg minden. A kutyám is azt mondta, hogy csak egy darab volt. Szóval nem tudom, hogy ez mi volt. Egyet kért.
Hát én értem, hogy egyet kértem, de azt mondta, hogy ha azt a hús kisütöm, akkor abból kettőt kapok, mert hogy duplikáló. Vagy nem tudom. Igazából elvileg legalábbis nekem ezt mondta. Mindegy is, más érdekli? Hát nem tudom, igazából TNT fél áron. A TNT fél áron? Hát jó, akkor megnézem ezt a TNT-t, hogy a fél áron van tényleg. Ez 200 forint csak? Jó, tessék. Akkor itt van igazából. Jó, oké, tesszük. Redstone-t nem ad mellém? Ja, mindegy, fával megoldom, mindegy. Köszönöm, nem. Oké, jó van. Nagyszerű, jó, hát akkor mindegy, ezt tesszük le, legalább ez 20-szoros TNT. Igazából akkor én szerintem egy kicsit messze megyek a házamtól, nehogy felrobbanjon így az egész, meg ilyenek. Szóval, ja, nem tudom, mondjuk ezt a hegyet így szépen robbantsuk fel. Reméljük, hogy itt így meg lesz, de azt mondja, hogy 20-szoros TNT. De hát, nem tudom. Mindegy, tesszük szépen, hogy vajon ez működik-e, vagy... Mi a? Ez eltűnt. Halljátok, ez eltűnt. Hát ez konkrétan megnyomtam a gombot és eltűnt, láttátok? Mi van? Wow, na jó, nem érdekel, most hát helyünk panasz tényleg, mert ez így nem oké, hogy én fizetem így a dolgokat és nem működnek. Ezek 20-szoros TNT volt. Uram, jó napot, haló, figyeljen már, leraktam a TNT-t és egyszer csak bum, eltűnt. Tehát, hogy ez így, nem tudom ez milyen TNT volt, de eléggé besült, vagy nem tudom, de ez így eléggé gáz, hogy ilyeneket árul nekem, amik nem is működnek. Szóval örülnék, hogy nem tudom visszaadni a pénzemet, vagy valami igazából. Tehát, hogy ez így nem elég ízé. Mi mindent elront, mindegy maga fizette. Hát én értem, de ez nem működött, tehát érti? Tehát, hogy kérném vissza a pénzemet? De! Mi az, hogy ízé? Megnyomtam a gombot és nem robbant fel, eltűnt. Maga volt béna, én vagyok a béna, hát engem bénáznak le. Jó, Istenem. Hát ez tényleg csodálatos. Aj, na jó van, most mit kezdjük ezzel az eladóval, de komolyan mondom. Izé, szomjas? Hát ja, amúgy viccen kívül tényleg szomjas vagyok, szóval. Ja, amúgy iszok is egy kis vizet, meg hát, ja, amúgy igen, szomjas vagyok, szóval. Mert van örök vizem, örök víz. Bocsánatok, csak közben ittam. Mindössze 1000 forintért. Hát, oké. Okay. Tessék, ott van akkor, hát nem tudom. Nem tudom, ez srácok, ez nagyon-nagyon kezd idegesteni. Uram! Ez üres. Ezzel mit kezdjek? Ez üres. Tehát, hogy... Most ez így mi? Tehát, hogy érti a problémát szerintem, hogy a kútból töltse meg, hát oké. Okay. Wow. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon van egy olyan érzésem, hogy engem nagyon szivatnak. Püff. Wow, na jó van. Nem, ez nagyon-nagyon kezd engem idegesteni. Nézzük, kútból megtöltöm. Lerakom ide. Hát ez egyáltalán nem örök víz. Ez egyáltalán, és komolyan nevet. Na jó, figyeljétek, nem érdekel. Menjünk szépen vissza. Eladó! Hallod? Gyere már szépen ide. Figyelj, mutasd már meg, hogy működik ez az örök víz, jó? Kérlek szépen, mutasd meg, itt van a izé örök vízes cuccod. Mutasd meg akkor, hogy ez szépen hogy működik, mert nekem valamiért nagyon-nagyon nem akar működni. Kérlek szépen, mert hát, ja, ez így eléggé gáz. Vagy nem tudom. Na mi az? Ilyenkor már neked sem megy, vagy mi van? Ott a kút szépen, mert is meg, vagy nem tudom, akkor csak mutasd meg, hogy hogy működik. Most ez mit csinál? Most mit csinálsz? Hallod? Most ez, ja, nem tudom, hogy mit csinál. Jó, na mutasd meg, igen. Oda belerakja a vizet. Igen. Oda belerak még egy vizet, de ez egy átlagos örök víz. Ez egy átlagos izé, talán. De, uram, ez egy átlagos vödörrel is megy. Tehát, hogy nem csak egy sima izével. Nem csak ezen, mindegy. Wow. Na jó, nem mindegy. Figyeljen, eladó úr, mit csinál? Eladó úr, kérem, visszaadná a pénzemet, visszakapja az összes cuccát, de nem. Oké, okay, jó, hát akkor én nem tudom, kezdek bekeményíteni, vagy nem. Oké, mindegy, egyből ölős nyíl. Egyből ölős nyíl, hogy ezt is tőle vettem, éjségpotia. Ne hívjon senkit. Aha, nem fogok én hívni senkit, én szépen magammal. Tudjátok mit? Jó ötlet, kívom rá a rendőröket, na jó van. Hova? Ja, itt van, jó, oké. Na, jó napot! Haló, vagyátok, be kéne társázni. 1-12, jó. Na, haló, jó napot! Hívni szeretnék járőrt, mert igazából akadt egy kis probléma az egyik eladóval, hogy mindig átver engem, meg ilyenek és kamu dolgokat csinál. Nehéz lesz. Haló! Ez... Hallod? Ezt is tőle vettem. Ne szívas, hogy ez sem működik, most ez komoly. Na jó, nem. Nem érdekel, elkapom. Na, gyere ide! Gyere szépen ide! Na, egyből ölős nyíl, meglőle. Még ezzel is átvertél? Ez se egyből lövős nyíl, ez csak egy átlagos izé. Ez csak egy izé, egyből lövős nyíl. Ez se egy egyből lövős nyíl, ez csak egy átlagos nyíl.
Hát én kiégek, na jó van. Ott a set, menjen a PvP. Nincs ez sehol szettem. Nincs ez sehol se szettem, csak szólok igazából, tehát hogy sehol nincsen szettem, én nem fogok izélni. Igazából valahogy meg kéne ölnöm, vagy nem tudom igazából. Ja, az is lebomlott. Istenem, azt is tőle vettem azt a szettet, és az is. Nem már! Most komolyan! Ez komolyan mindennel így? Most hova menekülsz? Most hallod, most hova menekülsz, de kajak? Na, figyelj már. Na, azt szépen rádobom. Most ez hallott valamit? Ez valami éjségizé volt. Ne a páncél. Az ő páncél is leizélődött? Ha, noob. Na jó van, álljál meg szépen, álljál meg, gyere vissza, gyere vissza, gyere vissza. Na, úgy van, szépen ott megállsz. Na, ide figyelj, ott van szépen a börtön. Megyünk oda, jó? Nem fogunk itt izélni, nem fogunk itt szenvedni. És szépen, mikor oda megyünk, visszaadja a pénzemet. Na, gyerünk, menjél. Nyomás, menjünk szépen be a börtönbe. Megyünk szépen oda be, úgy is van, úgy van, nyomás befele. Nagy, menjél be, úgy van, na. Szóval oda, az ott tökéletes lesz neked, jó? Úgy is van, nagyon jó. Nagyon jó, látod, látod, szerintem tökéletes lesz neked ez a börtön itt. Ezt is szerintem be is fedem, hogy véletlenül se tudjon innen kijutni, meg semmi. Nagyszerű, jó, maradj szépen itt, jó, fúj. Na jó van, nem érdekel, átnézzük amúgy, hogy még mik voltak ott nála, amikkel megpróbált az embereket venni. Szikénél élesebb kard. Hát, ez sebzés 4, szóval ez egy átlagos fakard. Ez egy 700 kg-os hízó, ez pedig egy átlagos malac. Igazából, szóval, ja, ami nem öli meg ez a kard egyből a malacot, szóval, mi a... Ez hogy jutott ki? Halljátok, ez hogy jutott ki ilyen gyorsan? Jézusom! Ez hogy, hogyan? Kinyitotta ezt és kiizélte és kiugrott. Na jó van, mekkora izé balfát szemben, mindegy. Srácok, legyőztük ezt a gonosz izét, aki átvert mindenkit a konkrétan a buta dolgaival, ami már egyszer volt egy ilyen videóm, ahol volt egy hasonló ilyen karakter, aki mindenkit átvert a buta vásárlató dolgaival, de mindegy, legalább legyőztük, érdekes volt, mindegy, hogy tetszett az videó, akkor dobjatok egy lájkot. A pénzemet is igazából azt mondom, hogy várjátok, a pénzem az hol van? A pénzem az ott maradt? Vagy nem tudom, a pénzem az lehet, hogy a ládába volt talán, vagy fogalmam sincsen, nem. Hát a pénzemet bebúrta, szóval rip. Na mindegy, hát pár pénzem eltűnt, de igazából még ott van egy csomó, szóval annyira nagyon nem probléma. Szóval srácok, hát köszönöm szépen, hogy tudtok volna ebben a videóban, hogy tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljátok le a többi csatornámat, és ez a videó után kezdődik a következő videó a Dani Kalandok nevű csatornámon. Ott találkozunk, legyetek jók, én Dani voltam, és sziasztok!